átadták az első hidrogén előállító üzemet Kardoskúton, cél az áramtárolás. Történelemből is vizsgáztak, a diákok nem tartották nehéznek az érettségi feladatokat. Gálakoncert színész legendákkal bemutatták a Katona története című előadást a Csaba Gyöngyében. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. 5,6 milliárd forintból Kardoskúton építette fel az első hidrogén előállító üzemét a Magyar Földgáztározó ZRT, amelyhez a kormány 2,5 milliárd forint támogatást biztosított. A beruházás célja, hogy a villamos energiarendszerben keletkező többletáramot hidrogén formájában hosszú távon tárolják, majd igény szerint újra villamos energia formájában visszaadják. Nagy volt a sürgésforgás kedden délelőtt a Kardoskúti földgáztározónál, hiszen ünnepélyesen átadták az Aquamarine elnevezésű projektet, amelyben Magyarország első hidrogén előállító üzeme létesült. Az MVM ZRT vezérigazgatója köszöntőjében elmondta, hogy a beruházás egy újabb lépés a karbonsemleges jövő felé. Növekedésünk és fejlődésünk kulcsa, hogy a meglévő tevékenységeink mellett merjünk és akarjunk újítani, új tudást szerezni. Fókuszban tartjuk a folyamatos megújulást, ennek eredményeképpen egyre több innovatív és fenntartható fejlődést előre mozdító projektet valósítunk meg. Ezek nem csak a hazai versenyképességünket erősítik, hanem nemzetközi szinten is növelik elismertségünket, és a zöld jövőt építjük. Az új létesítményben a 2,5 megawatt összteljesítményű vízbontó egység segítségével villamos áramot használva a vezetékes vizet hidrogénre és oxigénre bontják, a hidrogén pedig a nyomásnövelés után tárolják az úgynevezett puffer tartályokban. Itt 2 napnyi termelt mennyiséget tudunk tárolni, és akkor utána ezzel a hidrogénnel valami történik, ezt vagy a kicsit arrébb található kompresszorainkban a földgázhoz bekeverve el tudjuk égetni, vagy pedig van szerződésünk olyan céggel, aki ezt átveszi, ez a Messer, és ők el tudják vinni a hatalmas tartály autókban. Az egésznek az a lényege, hogy mi akkor szeretnénk hidrogént előállítani, amikor túl sok áram van a villamosenergia rendszerben, és ki kell venni belőle áramot. Lantos Csaba energiaügyi miniszter hangsúlyozta, jelenleg 4750 megawatt energiát előállító naperőmű üzemel Magyarországon, melyek száma folyamatosan növekszik, amivel egyre inkább kiegyenlítetté válik a hazai elektromos áramforgalom. Kiemelte, ezzel a beruházással is szeretnék csökkenteni hazánk kiszolgáltatottságát, ugyanis jelenleg az éves áramfogyasztás 25%-át külföldről importálja. Meghatározóan egyelőre importra szorultunk, de mindezen a létesítmények, mint például ez is, ami adott esetben nem éppen áramot termel, hanem áramot eltárol. Mert ugye abban a pillanatban, hogyha egy időjárás függő megújulót termel, és nem tudnánk valahol elhelyezni, akkor annak van egy árkockázata, eleme, ami magunk tudjuk eltárolni hosszabb távra az áramot, akkor azt akkor is fel tudjuk használni, amikor egyébként szükségünk lenne, és máshonnan, például külföldről drágábban kellene megvenni. A tárcavezető arról is beszélt, hogy az 5,6 milliárd forintos beruházás az első lépés a nagy teljesítményű, költséghatékony szezonális villamos energiatároláshoz és a hidrogén technológia magyarországi térnyeréséhez. Békésben is útjára indult a munkavállalók és vállalatok termékenységét javító program, melynek nyitó rendezvényét kedden délelőtt a Békés vármegyei kormányhivatalban tartották. A GINOP Plus program révén országosan 70 milliárd forint, Békés vármegyében 2,6 milliárd forint áll rendelkezésre a munkavállalók képzésére és bértámogatására. Az eseményen a Békés vármegyei kormányhivatal igazgatója emlékeztetett, hogy a munkaerőhiány kezelése érdekében 5 évvel ezelőtt alakították meg szakképzési munkacsoportjukat, majd egy esztendővel később létrehozták a pályaorientációs kerekasztalt. Bódi Beáta hozzátette, 2022-ben több oktatási intézménnyel kötöttek együttműködési megállapodást. Jelenleg az egyetemekkel együttműködve mérjük fel a munkaadók műszaki szakember igényét, és felajánljuk számukra az egyetemek által helyben indított képzéseket. A GINOP Plus 3-2-1 programmal rövid távon tudunk azonnali segítséget nyújtani a vállalkozásoknak ahhoz, hogy képezzék dolgozóikat, fejlesztik a vállalkozásuk és a munkavállalóik alkalmazkodó képességét.
A programban mikro, kis és középvállalkozások maximum 75 millió forintig, a nagyvállalatok pedig 150 millió forintig pályázhatnak. A projekt keretében lehet belső képzést is szervezni, illetve külső képzőcéget bevonni. A képzési lehetőségek széles tárháza állt át a cégek rendelkezésére, a szakmai és nyelvi képzésektől kezdve a soft skill fejlesztésen át az informatika ismeretek megszerzéséig. Az eseményen a Gazdaságfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára arról beszélt, hogy a koronavírust követő időszakban átalakult a munkaerőpiac. A regisztrált álláskeresők száma a rendszerváltás óta nem volt ilyen alacsony. Zöld Nagy Viktória hangsúlyozta, jelenleg Magyarországon az aktív korú lakosság mintegy 74%-a dolgozik. A helyettes államtitkár hozzátette, a kormány célkitűzései között szerepel, hogy 2030-ra a 20 és 64 év közötti korosztály 85%-a állandó munkahelyen rendelkezzen. Úgy indította a kormány, hogy ez gyakorlatilag saját kockázatra a központi költségvetésből megemelgette a fedezetet, hiszen nincs jóváhagyás az operatív programra, de azt gondoltuk, hogy a magyar munkaerő termelékenységének a javítása, a munkavállalók képzése, ez egy annyira akut feladat, és egy olyan fontos kérdése annak, hogy a magyar munkaerőpiacot érdemben tudjuk segíteni, hogy ezt el kell indítanunk akkor is, ha egyébként nincs még meg a jóváhagyás erre a programra. A GINOP Plus programban országosan 70 milliárd forint, míg Békés vármegyében mintegy 2,6 milliárd áll rendelkezésre a munkavállalók képzésére és bértámogatásra. A függőségek komplex kezelési lehetőségeiről tartottak szakmaközi megbeszélést a Békés vármegyei központi kórházban. A Gyulai Pándi Kálmán Takkórház drogambulanciájának szervezésében megtartott rendezvényen a tartóssá váló szerhasználat rizikófaktorairól, a különböző szakterületeken megjelenő nehézségekről és tapasztalatokról egyeztettek a szenvedélybetegek kezelésében résztvevő társszakmák képviselői. A szenvedélybetegek kezelése 1899 óta működik Gyulán, amióta maga a pszichiátriai osztály létezik. Dr. Vince Gábor, megyei pszichiáter szakfőorvos köszöntőjében úgy fogalmazott, kezdetben az ellátás az alkoholizmusra fókuszált, de mára már az addiktológia önálló szakterületté vált. A vármegyében több egészségügyi és szociális intézményben foglalkoznak a függőségek komplex kezelésével. Az addiktológiai betegek természetesen nem csak az alkoholt, a szerves oldószereket, egyéb készítményeket, drogokat nem akarom itt felsorolni, jelentenek, hanem viselkedési addikciókat, viselkedési kényszereket, szokásokat. Példának említeném a játékgép szenvedélyt, a társfüggőséget, tehát számos ilyen dolog van. A függőség nem csak komoly egészségügyi és társadalmi problémát jelent, hiszen a személyiséget a mindennapi életben korlátozza, és könnyen bűncselekmények elkövetéséhez vezethet. Erről már a Békés megyei drogambulancia vezetője beszélt. Dr. Fleischmann Enikő hangsúlyozta, a megelőzés és a komplex kezelés a szenvedélybetegségek ellátásával foglalkozó szakemberek együttműködésével történhetnek hatékonyan. Azt látjuk a mindennapok során, hogy az egészségügyi probléma az egy kis szelete a problémának a kliens szemszögéből, és ez nyilván a szenvedélybetegség egy csomó szociális problémát hoz magával. Úgy a lakhatás, a munkahely elvesztése, a családdal való kapcsolat megromlása, és itt tudnak a szociális szakemberek, illetve a szociális intézmények belépni a körbe, segítve a munkánkat. A Gyulai Pándi Kálmán Takkórház területén lévő Békés megyei drogambulancia szolgáltatásait beutaló nélkül előzetes időpont egyeztetéssel lehet igénybe venni. Szerdán a történelemmel folytatódott az idei érettségi. Középszinten 1148 helyszínen 68.131 diák vizsgázott. A Békés Csabai tanulók többsége nem tartotta nehéznek az idei feladatsort. A Békés Csabai Belvárosi Gimnáziumban a folyosón gyülekeztek a diákok a történelem írásbeli előtt. Az ilyenkor szokásos izgulás érezhető volt a tanulókon, hiszen a továbbtanulás miatt szerettek volna minél jobban teljesíteni.
80-85%-osat szeretnék írni, mert egyetemre szeretnék innen tovább tanulni. Az intézmény évek óta otthont ad az emelt szintű történelem érettséginek is. Így a második emelet összes tanterme megtelt a vizsgázókkal. Három osztályunk végzett itt a belvárban, de nem csak ennyien fognak érettségizni, hiszen előrehozott érettségit is nagyon sokan tesznek nálunk. A mai napon 140 diák vizsgázik történelemből, ezek között középszintű és emeltszintű vizsgázó is van. Egyébként úgy 70 körül van azoknak a diákoknak a száma, akik most 12-esként érettségi vizsgát tesznek. A tanulók a 180 perces vizsga első részében 12 rövidebb feladattal találkozhattak. Most jelen pillanatban az ókorból a középkori, illetve az ókori kereszténység kialakulásáról kellett írni, de volt a felvilágosodással kapcsolatos kérdés Hunyadi Mátyásról, egészen a mai szociális ellátórendszeri. Én azt gondolom, hogy aki nek a gondolkodásmódja kellően probléma megoldó, akik jók szövegértési, akik jó szövegértési képességekkel rendelkeznek, azoknak ez nagy gondot nem okozhatott. Az érettségi második részében a szövegalkotás következett, ahol 4 megadott témakörből 2 kellett kiválasztani. Az egyik egy rövidebb, egyetemes történelemre, míg a másik egy hosszabb, magyar történelemre épülő esszé volt. A diákok többsége megkönnyebbülten jött ki az iskolából, és nem tartotta nehéznek az idei feladatsort. Az előző évekhez képest hasonló nehézségű volt az érettségi. Az esszé témakörök szerintem nagyon könnyűek voltak, én azon meg is lepődtem, mert nehezebbre számítottam. Nekem jól sikerült. Az esszétémák a rövid esszénél Julius Caesar voltak és Auschwitz, illetve a hosszú esszénél a rendszerváltozás és Széchenyi belpolitikája. Nekem egész jól sikerült. Hát szerintem a korábbi évekhez képest is egy viszonylag barátságos feladatsort kaptunk. Azért voltak benne egy ilyen nehezebb kérdések, de egészen vállalható volt, azt gondolom. Az érettségi csütörtökön az angol nyelvvel folytatódik, míg pénteken a német következik. A tanulók a természettudományi tantárgyakból jövő héten tehetnek vizsgát. Átadták a tavaly ősszel alapított Barát Tünde díjakat az Andrássy Gyula gimnáziumban. Az iskola ezzel az elismeréssel a 2022-ben elhunyt média és mozgóképkultúra szakos tanárának állít emléket. Az idei évben a díjhoz kapcsolódó pályázatot a hála témájában hirdették meg. Nagy Dóra életrajzi kisfilmet készített mozgókép kategóriában egy testi fogyatékkal élő festőművészről, aki ezzel együtt is megvalósítja művészi álmait. Nagyon hálás vagyok, én a Barát Tünde tanárnőt nagyon szerettem, igaz, ugye csak egy évig tanított engem, de akkor is nagyon sok szép emlékünk volt együtt, és nagyon meghatározó része volt az én életemnek is. A beérkezett művek egyértelműen bizonyítják az iskola diákjainak tehetségét, ahogy arról a néhai Barát Tünde mindig is beszélt, fogalmazott Dián Tamás, a 11 fős bírálóbizottság tagja. 19 pályamű volt, 2 kategóriában. Egyrészt volt mozgókép kategóriában, másrészt média kategóriában, mind a kettőt tanította a tanárnő, Barát Tünde, és hát nem számítottunk rá, hogy ekkora érdeklődés lesz már az első alkalommal. Az egyedi készítésű Barát Tünde díjat az Andrássy Gyula gimnázium balagási ünnepségén adták át a pályázat nyerteseinek. Igor Stravinsky játékra és táncra írott elbeszélését, a katona történetét mutatta be a Filharmónia Magyarország és a Fesztivál Akadémia Budapest a Csaba Gyöngye Kulturális Központban kedden este. Az előadást Asher Tamás rendezte, a zenés darabban Molnár Piroskát, Bezerédi Zoltánt, ifjabb Vidnyánszky Attillát és Kelemen Hannát láthatták a nézők. Vártam már az otthonát, annyit járt a útvonát. Molnár Piroska, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth díjas és Jászai Mari díjas színművész, mint mesélő vett részt az előadásban. Kelemen Barnabás, a Fesztivál Akadémia Budapest alapító művészeti vezetője, fontosnak nevezte a Békés Csabai állomást. A Fesztivál Akadémia Budapest bár járja az országot, sőt határon túl is, és
végre itt is itt vagyunk. Kurzust is tartottak a csapat művészeit a helyi zeneiskolában, vagy szakiskolában, ebben nem is vagyok most egész biztos. Ez mindig szívügyünk, hogy a művészek kurzust tartsanak, koncertet adjunk, az most itt elég komolyra sikeredik. Kerekasztal beszélgetéseket folytassunk a zenetanárokkal, diákokkal, szülőkkel. Ezüst medál, kívül arany. A történet a háború nehézségeiről szól. Az orosz forradalom minden anyagi forrásától megfosztotta Igor Stravinskyt, aki olyan zenés darabot szeretett volna írni, amely könnyen előadható. Szerintem nagyon sokat adhat az embereknek, azért is, mert én nagyon sokat játszottam ezt a katona történetét már ilyen-olyan formációban, de ez szerintem az egyik legélvezetesebb verzió, mivel fantasztikus színészek adják elő, és játszva van, tehát hogy nem koncertszerű előadás van, hanem hogy rendesen zenés színházzal megy, és marha élvezetes, mindig röhögünk, mert mindig van még egy-két új poém benne, úgyhogy nagyon élvezzük mi is, úgyhogy feltételezem, hogy a közönség is nagyon fogja élvezni. Az előadást legközelebb, június 16-án Miskolcon a Művészetek Házában láthatja a közönség. Ismét krimiben játszhatnak a Békés Csabai Jókai Színház művészei. Agatha Christie Gyilkosság meghirdetve című regényének színpadi változata a 2023-24-es évad nyitányaként szolgál majd szeptember végén. A darab sajtónyilvános olvasópróbáját kedden tartották. Mint megannyi Agatha Christie krimi, a Gyilkosság meghirdetve is egy gondosan kitervelt és megvalósított emberölést, valamint annak felderítését járja körül. Az eredetileg 1950-ben megjelent regény főhőse azonban ezúttal nem a hegykebajszú belga detektív, hanem az angol vénkisasszony Jane Marple, akit egy nagy visszatérő, felkai Eszter kelt életre. Nem okoskodó, hanem született okos, tehát könnyen viseli a dolgot, elegáns, kedves, de azon kívül szerintem ravasz is, mert mindent előre kitalál, és úgy forgatja a dolgokat, meg úgy beszélget mindenkivel, hogy ő már tudja, hogy mit szeretne elérni. Ez lesz a díszletünk, tehát ezekre mi már tettünk próbákat. Az Agatha Christie 50. köteteként megjelent regényt Leslie Darbon adaptált a színpadra, amelyet azonban a rendező nem egy az egyben vett át. Katkó Ferenc elmondta, a színdarab és a regény egyfajta keverékét szeretnék megmutatni a közönségnek úgy, hogy ez az 1950-es évek Angliájában játszódó történet 2023-ban is befogadható, élvezhető és dinamikus legyen. Általában ezekben a krimikben mindig van egy bűntény rekonstruálás. És akkor ez általában legtöbbször filmekben ezt vagy megmutatják, vagy nem. Most mi szeretnénk úgy rekonstruálni a bűntényt, hogy a néző is megismerje egészen pontosan, hogy mi történt. Tehát ezért szeretnénk azt csinálni, hogy az előadásban többször használnánk vetítéseket. Katkó Ferenc kiemelte, hogy a mai Christie adaptációk is teljesen mások, mint akár a 60-as, 70-es években, így a filmek által támasztott nézői igényeknek is szeretnének megfelelni. Addig, amíg nem ajánlom föl neki egy jó szeretet. A Jókai Színház repertoáriában ritkán szerepel krimi. Seregi Zoltán, a teátrum igazgatója arról is beszélt, hogy miért éppen Agatha Christie-re esett a választás. Agatha Christie az a krimiknek a koronázatlan királynője, úgyhogy ha a krimihez nyúl az ember, akkor meg általában mindig a legjobbakhoz jó, ha nyúl az ember, úgyhogy ez volt az egyik szempont. A másik pedig ugye Felkai művésznő szájából elhangzott, hogy ez egy ikonikus figura, ez a Miss Marple. Hát Felkai Eszter is egy ikonikus figurája a Békés Csabai Színháznak és egyben a magyar színjátszásnak is. A darab szeptemberben debütál majd a Jókai Színház színpadán a 2023-2024-es évad nyitányaként. Negyedik alkalommal tartottak baleset megelőzési programot iskolásoknak a Békés Csabai turisztikai főpályaudvaron. A Sínek, Fények, Életek elnevezésű keddi esemény középpontjában a vasúti átjárók szabályos megközelítése és az azokon való áthaladás volt. Az eseményen a korábbiakhoz hasonlóan ezúttal is a Békés Csabai turisztikai főpályaudvaron gyűltek össze a résztvevő diákok. A Szlovák Általános Iskola egyik pedagógusa híradónknak arról beszélt,
hogy mivel a 10-12 éves tanulók nagy része már ismeri a kreszt, ezért a közlekedés iránt komoly érdeklődést mutatnak. Nagyon fontos, hogy tudják azt, hogy milyen szabályok vonatkoznak a vasúti közlekedéssel kapcsolatban az autókra, és majd a későbbiekben tudjanak reagálni a vészhelyzetekre esetleg, ha lesz. Ezért tartom fontosnak már a megelőzést, és kiskorban már elkezdeni ezt. Habár ők már annyira nem kicsik, de azért ehhez még igen. Sós Imre állomásfőnök elmondta, hogy tavaly februárban kezdődött el a balesetmegelőzési program a rendőrség és a MÁV együttműködésével. Azóta a sorozat igazodik az évszakokhoz, így az adott időjárási viszonyok alapján mutatják be, mire kell odafigyelni. Szerinte a közlekedési szabályok megismerését nem lehet elég korán elkezdeni. Arra szeretnénk a gyerekeknek és a gyerekek által a szülőknek a figyelmét fölhívni, hogy olyan rendkívüli magas módon megemelkedett a közlekedők száma, az autók gyakorisága, és nem beszélve arról, hogyha ehhez hozzátesszük azt, hogy az embereknek is a problémája egyre több, és ez ha megjelenik a vezetésbe például, akkor az komoly veszélyeket is rejthet magába. A résztvevő iskolások végig nagy odafigyeléssel hallgatták Kónya Orsolya balesetmegelőzési előadó szavait, valamint Bajkai Zsolt a MÁV balesetvizsgálójának tanulságos beszámolóit a vasúti átjáróban történt szerencsétlenségekkel kapcsolatban. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!